Előrehozott választásokat tartanak ma Dániában. Szakértők szerint az évtizedeken keresztül jólétben élő dánok biztonságérzetét megrendítette a gazdasági bizonytalanság, amely hatással lehet a voksolás eredményére. Dániában szeptemberben rekordinflációt mértek. Elsősorban az energia drágul, de az élelmiszerekért is sokkal többet kell fizetni, mint egy évvel ezelőtt. Az előrehozott választásra készülnek a Dániához tartozó Balti-tengeri szigeten Bornholmban is. A mintegy 40 ezer lakosú sziget stratégiailag fontos helyen található, Dánia fővárosa Koppenhága és az oroszországi Kaliningrád között. Szeptemberben Bornholmtól nem messze a dán felségvizek közelében több millió köbméter gáz ömlött a tengerbe, miután robbanások rázták meg az Oroszországot és Németországot összekötő északi áramlat vezetékrendszert. Moszkva és számos nyugati ország is szabotásként értékelte a történteket. Bornholm lakói azt mondják, mióta Oroszország megtámadta Ukrajnát, az emberek a saját bőrükön érzik a válságot. A csővezetékekben történt robbanások óta pedig a szigetlakók korábbi békés élete is megváltozott. Új biztonsági helyzet alakult ki Bornholmon a háború miatt. A szigetünk Dánia legkeletibb részén található, így természetesen manapság a figyelem középpontjában állunk, mondta Bornholm polgármestere. Szakértők szerint az évtizedeken keresztül jólétben élő dánok biztonságérzetét megrendítette a kialakult geopolitikai viszály és a gazdasági bizonytalanság. Ugyanis az északi országot sem kerüli el a szankciók miatt kialakult drágulás. Dániában szeptemberben rekordinflációt mértek. Elsősorban az energia drágul, de az élelmiszerekért is sokkal többet kell fizetni, mint egy évvel ezelőtt. Az elszabadult rezsiköltségek miatt vannak, akik inkább kiköltöznek otthonukból, és átmenetileg kempingekben, sátorokban, valamint lakóautókban élnek. A szociáldemokrata dán miniszterelnök úgy döntött, enged az egyik vele szövetséges pártnak, amely azzal fenyegetőzött, hogy megbuktatja a kormányt, ha nem írják ki a voksolást. Mette Frederiksent amiatt bírálták, hogy két évvel ezelőtt jogalap nélkül rendelte el az ország 17 milliós nyércállományának leölését, az állatokban felfedezett koronavírus mutációk miatt. A választást ezért az eredetileg tervezettnél 7 hónappal korábban tartják meg Dániában. Frederiksen széleskörű koalícióra törekszik. Lars Løkke Rasmussen volt miniszterelnök, aki mérsékeltek néven új pártot alapított. Az elemzők szerint királycsináló lehet, attól függően, hogy volt pártját a liberálisokat, vagy a jelenlegi miniszterelnök vezette szociáldemokratákat támogatja. Az első eredmények kedden késő este várhatók.